Sziasztok srácok, Zsozé vagyok, és ez itt a Grand Theft Putri következő epizódja, ahol is egy igazi világsztár lesz a mai vendégünk. Sokan gondoltátok a film végén, a Harry Potter végén, vajon mi lehet Harryvel, gyerekek? Hát elmondom én nektek, hogy mi történt vele azóta, illetve hogy most mi van vele. Tudjátok, Harry elszegényedett egy kicsit, és először a testét akart áruba bocsájtani, miután ez különböző akadályokba ütközött, úgy nézett ki, mint egy lefosott kilométer kő, lényege ez. Ezért inkább elkezdett vasazni és aksit gyűjteni a környéken, gyerekek. Ezzel a kecskével gyűjti a vasat nap mint nap, és aksi szerzésből keresi kenyerét. Na, de álljunk ide félre egy pillanatra, és tekintsük meg Harry kománkat. Igen, egy kicsit meg van keseredve az arca, de hát kinek ne lenne, valljuk meg. Egyébként Voldemort is hasonló sorsa jutott, Harrynek napszámba jön gályázni egy marék szotyér jóformán, hogy pakolja neki a vasat, gyerekek. De most hazavesszük az irányt azért, hogy a hivatalos kecskével tudja veretni Harry. Na de azt tudni kell róla, hogy a varázs ereje az megmaradt a Harry fiúnak, tehát a mai napig tud varázsolni a srác. Itt veretünk egy balost. Lehet, hogy Voldy volt az itt az előbb az ugyanilyen szecskával. Oda nézzetek, gyerekek, íme a templomba járós. Fölcsattanunk rá. Gyerünk, Harry. A bukót felveszi egyébként, ugye hát a Kressz is megköveteli, hogyha esetleg varázssöprűvel közlekedsz, azért a bukós isak legyen rajta. Ú, nagyon vereti neki. Oh no! Itt van Spongyabob szekere is, gyerekek. Ezt ránk hagyta. Ezt el kéne lopnunk egy kicsit. Azt a de szép sapkája van pedig. Menjél már, Ladri! Kicsit arrébb megyünk, gyerekek, hogy megmutassam nektek, illetve megmutassa Harry cimbora, hogy mi maradt meg az iskolából számára. A spongyakecskét megelőzzük. Oh, oh. Majdnem sikerült. Gyerekek! Ez a csávó hogy néz ki? Jó Isten, nézzétek már! Hello, koma! Na de mindegy. Ugye, a semmiből tud Harry cimboránk egy jaktot elővarázsolni, majd hozzávágja a néphez. Úgyhogy kezdjük is. Csirkeláb Leviosa! Oh shit, arra dobta, erre dobja papa. Azta! Várjál, megpróbálok eltalálni valakit. Oh shit, oh, mi lett az autóból, gyerekek? De vannak itt különböző dolgok, nem csak ám ez az egy varázslat, gyerekek. Így ki tudja gyújtani magát a srác. Annyira hardcore. A következő varázslat pedig nem más, gyerekek, mint hogy csinálunk egy fekete lyukat az égbe, és mindent oda beszippant a fekete lyuk. Már nem olyan jó fiú a Harry kománk, valljuk be. Öcsém. Most lesz a szilvás gombóc elkészítése receptje. Vegyél egy 1002-es Lada alváza. Ó, és tényleg, nem 1002-es, de 1005-ös, gyerekek. A taxis az tulajdonképpen nem törődve semmivel megy tovább. Kell az Audit, koma. Állj már meg! Hello!
Fekete lyuk lesz ebből, ha nem adod ide, haver. Baszik, nézd meg. Húzódjál el, mint az ingyulladás. Küldjed neki. Elhúzzuk a belünket, gyerekek, innen. Hogy folytathassuk a garázdálkodást. Jó sokan vannak. Gyerekek, van még egy ilyen, ez egy kicsit hangos lesz egyébként. Ilyen lángcsóva dobásunk. Csiribú csiribá. Tehát így tolja a Harry Koma, gyerekek. Nagyon hardcore a gyerek. Ó, basszus. Nem áll. Kicsit be van baszva, úgy látszik. És végezetül jöjjön egy fekete lyuk, gyerekek. Mert az mindenkinek jót tesz. Az izületeknek, meg a mentális egyensúlynak. Hopp, a busz hogy föl szökken, gyerekek. Micsoda szöcske lábak. Csórik. Ó, mennyi autó van itt? Hát itt még egyet kéne. Gyerekek, még egyet. Na, várjatok, mert itt szar került a palacs. Ó, micsoda kecske. Hát ezzel azért mennünk kell. Ó, hát ez nagyon stílusos. Jaj, hogy nem megy. Aha. Állj mellé, hülye gyerek. Hát mindjárt elvarázsollak. Hol vagy te? Íj, az pofán csókolt az aszfaltot rendesen. Nyugodjál le. Ó, Renault Clio. Az nem rossz gép, gyerekek. Nem egy rossz szecska. Mi, el akarsz ütni, bazd? Közben egy kicsit valami történt, gyerekek. Egy kis lag, meg egy kis script error. De már csapatjuk is tovább a Renault-kal. El kell menekülnünk Harry Cimbivel. Harry Cooker. A spongya szecskák sorban az autópályán. Elfelejtettem kivenni. Ú, az 1002-es. Most nem bírunk megállni. Meg egy Warburg rendőrségi szecska. Ó, ó! Na, látjátok, ezt így akartam csinálni, gyerekek. Hát így tanult a Kresszen a Harry cimbora. Eris Varnyú. Azt hittem Lukas a kerekem. Ú, a Warburgok felbúgnak, gyerekek. Na, de azért csak nem érnek utol minket. Hogy hasít a gépezet? Au, au! Lepacsisztunk vele. Nézzük, milyen szecskák vannak, gyerekek. Itt egy merga. Egy ilyen ladriba azért csak beficcen. Na de majd most. Nos, srácok, köszönöm, hogy velem tartottatok a Grand Theft Putri következő részében. Egyébként a rendőrös verziót is mindenképp folytatni szeretném. Ezek csak ilyen viccesebbnek szánt részek, illetve amit én érdemesnek tartok modot, azt megmutatom nektek. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, és Harry is köszöni. José voltam, szevasztok!